No, hát egy brit tanulmány, hát nem erről fogunk beszélgetni, de ezzel indítjuk egy brit tanulmánnyal, ami azt mutatta ki, hogy az elhízás sokkal veszélyesebb és sokkal gyilkosabb, mint például a dohányzás, legalábbis Skóciában és Angliában, de valószínűleg így van ez nálunk is, vagy mindenhol a világon. Jó reggelt kívánunk Antal Emesének, dietetikusnak, a Tét Platform szakmai vezetőjének. Szervusz, Emese! Ez a vírus, többször beszélgettünk már erről, talán az első olyan betegség, ami nagyon megmutatta azt, hogy az elhízásnak mekkora kockázata van, mert itt rögtön jöttek a számok. Tehát aki elhízott volt, vannak ugye ilyen statisztikák, hogy 60 év alatti elhízottaknak kétszer olyan esélye volt intenzív osztályra kerülni. Ugye itt rögtön jött, nem 10-20 év múlva, mint mondjuk egyéb betegségeknél. Jól látjuk ezt? Hogy abszolút, ez nagyon megmutatta abszolút ezt? Jól látjátok, és hogyha hoztad ezt az angliai példát, azért nem véletlen, hogy amikor például ott tehát egy elhízás akciótervet hirdettek egyébként, és ennek azt mondják, hogy nagy összefüggés volt azzal, hogy Boris Johnson is az intenzív vagy kórházba került, és ő bevallotta, hogy a túlsúlya miatt valószínű. Tehát mindenféleképpen a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni, tehát inkább minden, vagy hogyha már valaki nyilván túlsúlyos vagy elhízott, akkor pedig nyilván önmagában a túlsúly és a igen. A high réteg miatt van ez a probléma, vagy pedig azért, mert ebből aztán következik a cukorbetegség, ami szintén egy fokozottan... Mind a kettő. Tehát igazániból nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet az elhízást betegséggé nyilvánította. Tehát ez nem egy esztétikai probléma, hanem ténylegesen komoly betegségek lehetnek ez a következménye. Nagyon fontos, hogy annak nyilvánította, mert egy csomó embernek nincs betegségtudata attól, hogy ő el van hízva. Maximum az, hogy zavar, nem zavar, de még nem vagyok beteg. És nagyon sokan nem tudják, hogy daganatos betegségeknél óriási rizikója van. A szív- és érrendszeri vagy a cukorbetegségeknél ott már talán jobban tudják az emberek. De csomó betegség van, amit okozhat. Mert ez nem akut. Tehát általában egyébként azt látjuk a kutatásokból mindenhonnan, hogy akkor váltanak legtöbbször az emberek életmódot, és amikor valami akut baj van. Tehát például egy szívinfarktusnál akkor igen, jó, akkor most egy kicsit módosítok a táplálkozásomon, többet fogok mozogni, még a dohányzás, a cigarettát is el fogom hagyni, de, és itt jön a de, hogy egy vagy két év után viszont visszatérnek. Tehát a nagy 80-85% visszatér az eredeti életmódra, hogyha nincs olyan, aki vagy ami megfogná a kezét. Éppen ez mennyire tapasztalható dietetikusként, most már ugye februárt abszolút írunk, hogy az évelei nagy fogadkozások január után lecseng egy pár hét, hogy jönnek vissza eddig a kilók? Eddig tartott, vagy eddig sem? Igen, eddig tartott, pláne meg most már, most egy kicsit volt egy tavaszt, vagy hát egy kicsit jó idő, mert azért akkor ez felélénkül. Most azért megint ez a hideg, ez nagyon nem. Hát igen, tehát most van megint egy hullám. Én azt gondolom, voltak, hogy amikor majd jön újra, tehát hogy napsütés lesz, és jobban érzik az emberek, hogy le kell majd vennünk a nagy kabátot, akkor azért újabb hullám. Jó lenne a sertésjelmet is levenni azzal együtt, nem? Igen, egyébként jó lenne, könnyű lenne, de ez nem így működik. Nem. És ugye azt mondod, hogy visszatérnek az emberek. Azért térnek vissza, mert így élnek le egy fél vagy egy háromnegyed életet, és utána nagyon nehéz egy-két év alatt ezen változtatni, ezért gyerekkorban kell ezt is elkezdeni? De mit tehet a szülőmese? Három évig ez tőled függ, a szülőtől függ. Azért három éves kor után bekerül az iskolába, óvodába, kapja, a menzelre, és kap, amit kap. Persze, tehát abszolút ez az egyik, hogy a szülő pedagógus, óvópedagógus, tehát itt a közétkeztetésnek nagy feladata van, nagymamáknak nagy felelőssége van. Tehát ez hogy ne a süti minden... legyen a legfontosabb szempont, amire a gyerek persze, hozzámegy. Persze, de a másik, amit te mondtál, hogy ez időskorban, tehát hogyha visszatérnek, hogy nincs meg ez a szemlélet. Még mindig nagyon kevés emberben alakult ki ez az egészségtudatos szemlélet, hogy igen, én nem azért éljek
tehát hogy egészséges életmódot folytassak, azért, hogy egészséges maradjak. Mert azért itt ez nagyon, hogy oké, hogy hosszabb ideig élünk, tehát a várható élettartam az hosszabb, de azért az életkvalitás, hogy milyen az a minőség. Tudod, mi az egyik érv, amit én sokszor hallok, akár még család vagy ismerősöm belül is, hogy jaj, hát rége, hát nagyanyánk se, nem fogyok úr. Ugye mindig ezt mondják. Ettünk szalonnát kolbásszal, és nem volt probléma. Miért nem lehet? Nem, abszolút nem lehet. Egyrészt a mozgás miatt, mert ott sokkal többet mozogtak. Ez drasztikusan lecsökkent nálunk. És hát nyilván, hogyha Elizásról beszélünk, akkor azért ez két oldal, hogyha lehet ezt mondani. Tehát nyilván az az elégetett kalória. A másik viszont az, hogy meg elfogyaszt, mit eszünk. Akkor nem tudtunk ennyit, nem volt ennyi kutatás a táplálkozásról, vagy az élelmi anyagokról, hogy mi mivel függ össze. Nem voltak túlfinomított lisztek, cukrok, stb. Tehát semmi nem ilyen szempontból. Tehát az volt, hogy nyilván valaki túlsúly, nem is volt ennyi túlsúlyos, se gyerek, se felnőtt. Tehát ez az, ami igazániból egy probléma. Úgyhogy most már, és ez az, hogy előtérbe jött, mert egyre többet foglalkozunk vele, ezzel a témával, hogy egészségesség, de viszont a tévhitek is egyre jobban előtérbe helyezik. És sosem elég, és nagyon sok táplálkozás, si tanácsadó van, elolvastak egy könyvet, és már osztják az észt, tehát, hogy nekünk nagyon sokat kell küzdenünk, nem egyre csak azért, volt, hogy a lakosságot felvilágosítsuk, hanem tényleg a kuruzslók ellen. Hát várunk vissza, mert iszonyatosan fontos, szerintem legközelebb, rengeteg érdekes kérdés maradt. Köszönjük szépen. Jó, én is köszönöm.